Üdvözlök ismételten mindenkit! Ismételten Hátú vagyok! Előbb voltak. Ilyen, akik voltak itten. És arról volt szó, hogy a büdös gyári munkások azt hiszik, hogy külön jogokat kaptak. De nem kaptak semmilyen jogokat. A tévhitben élnek. Vannak ezek a vacak, szociális oldalak, ahol minden képet fel lehet rá tölteni, rossz minőségűeket. Hát ez is eléggé rossz minőségű felvétel. Nem valami jó. Kicsikét látszik, hogy mennyire is mozog a kép. Vannak ilyen oldalak. Külön rétegeknek létrehozva. És az a legrémesebb, hogy már eléggé már kezdett az agyam leépülni 3 éven át. Épült, hogy már végén már különböző eszközökkel lett véve, ilyen mobiltelefonok. Hát oké, nyulat. Próbálok rázumolni. Itt látszik a... kamerával. Veszed lehet? Van lent a bokorba. Szalad. Nyúl, nem volt. És itt ilyen szociális odalakról volt szó. Csak itt sok a szóismétlés. Vannak ezek a Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, Viber, van még rengeteg másik, mind-mind a külön rétegeződést segítik elő, és ez nagyon felháborító tud lenni. És a legrémesebb az egészben, pont ilyen oldalakon voltam fönt egy pár év ezelőtt, és nagyon semmire se nem lehet velük menni. Azt engedik fel, amit ők gondolnak. Most nem van nincs kedvem olyan a szociális rétegben való vagy játékot játszani. Ez olyan nagyon leépült, hogy már nem tudom lejátszani aztat. Leépülhetett. És van. Talán vannak is ilyen oldalak. Lesznek is, újabbak is. Gyenge elméjéket oda tudják csalogatni.
ki lehet szedni a gyengékből még a bankszáma kártyát is. Meg lehet szerezni. Aztán a pénzt. Történi. Minél gyengébb az agy, annál többet, jobban le lehet róla szenni a pénzt. Most nagyon sokan azt hiszik, hogy ilyen szociális oldalakban ingyen van minden, de nincsen, a valóság van. Abszolút ingyen nincs semmi. Kell tanítani a YouTube-ot is. Fel van ott tudatva a videók. És azt hiszik, ha videót manipuláltassák a nézettséget, vagy egyszerűen a szociális oldalabban nem. Van ilyen panó oldal, feltöltöttem a régebben letörölt videókat. Szerintem nem szabad messzire nőket mutogatni, és a férfikat a YouTube-on. Azt már elnézték olyan 15 ezer, alig 2-3 hónap alatt, hogy a YouTube-on való nézők száma manipulált az egész. Az a legszarabb a szociális oldalban, hogy mindig manipuláltattak. Az a lényeg, hogy a szociális rétegeződés kialakuljon. Az nyilvánvalóan azért a neve, hogy szociális oldalak. És voltak, még lesznek is ilyen vacak. És a legrémesebb, már előbb is mondtam, hogy jóval többen rajta vannak. Azon tudnak irkálni, csetelni, információkat írdogálgatni, nyaralnak, mert mikor hova tűnnek el, ők tudják, hogy osztanak meg. De a legjobban az volna, ha nem lenne. Ilyen vacak kicsi odalak, akkor nincsen nagy értelme neki. A büdös kis munkás akkor érzi jó magát, ha parancsolgatnak neki. És van az a Facebook, meg ezek a főleg az, munkaidőben is fogják nyomkodni. Munkaidő, szabadidő. Leveszi a telefont, és nézi a Facebookot. Hogy a telefonnal játszogat. Játékokat. Ez egy újabb norma, de az nem számol abba, hogy pár év alatt reumás lesz a keze neki. Mit számít az? Egy hamar el van temetve. Hogy a szart sem érnek a büdös munkások se, főleg a szociális segélyélő szarházi név. Vannak jó sokan erre felé, kint ülnek napi szinten a padokon, undorítóan néznek ki. Hasuk van, mert látszik már a fejükön, hogy mennyire nem normálisak. Egyszerűen lehet látni őket, undorítóak. Régebben ilyeneket ütni, verni kellene. De nem. Itt ők a... Jaj. Nem, itt külön kapnak pénzt is. Szarja, kapnak. De kapnak. Büdös kis. Nyomorultak. Lesz is, meg fognak is lenni. És ezt tehát legjobban meg lehet köszönni a különböző szociális oldalaknak. Jaj. Szociális oldalra minden jó. A képek, hitvány, elismerések vannak rajta.
És nem szabad. Nagyon. Félek, nagyon. És nagyon sok. Így más. Engem soha szélve nem érdekel a másik. Nem is érdekelt. Sejkor sem. Én felem az veletek, ami lesz. És azon el lehet itten gondolkodni, milyen sok időt elvesz az oldalak. Én nem tudom mostanában már, jó egy hete már nincs sem androidos telefonom, ki lehet kapcsolva, nem lett rá többet verve, semmi se. Undok, szar, alig volt 2 évig. Volt csak, aztán meg rövid idő alatt rájöttem, hogy fölösleges. Jön így vagyok a tévébe is. És nagyon nincs nagy értelme neki. Néző olyanokat, néző. Be vannak tanítva az egyszerűsített, büdös munkás szavak parancsolgatására. Olyan sorozatokat adnak le. Az újabbak van. Megértsék, felfogják. Könnyített nyelven van írva. És azt nagyon sokan le tudják utánozni. A gyönge elme abban. Az tetszik neki. Kibírja magát. Élni rajta. És megvan. És akkor így meg tovább. Nos. Elvetek főleg ilyen máshol is. Nem tudnátok, van, hogy Szerbiában és Magyarország egyik olyan országok közé tartozik, a legkevesebb egyéni jogok vannak. Több felmérés is bebizonyította, hogy nincsen nagy jogok. Látszik egy fácán, szaladgál, vagy kacsa volt. És voltak ilyenek. Lesznek is, még a mai napig is. És egyszerűen mer okoskodni. Ilyen büdös kis gyári munkások is. Azt hiszi, hogy ő a fő, ő adja az ész. Valóságban nem adja az észt. Valóságban egy hülye. Az más videókról lesz majd szó. Róla. Milyen egy hülye elmebeteg agy. Egy pár hülyével meg voltam áldva, hogy rémesek. Majd a következő videó arról fog szólni. Nézzük kicsit körül is. Mi is van itt, milyen tájak. Van, itt van minden.
vannak és lesznek. A fontosabb, nem kell semmilyen szociális bitosódalakra lenni. Köszönöm ismét a figyelmeteket, szevasztok!